A gyerekek jellemzően már tíz éves koruk előtt megismerkednek a világhálóval, de az aktív felhasználók között nem ritka a hat éves sem. A tapasztalatok szerint többségük nem tudja, hogy az internet veszélyes is lehet. Leggyakrabban elkövetik azt a hibát, hogy közzéteszik saját személyes adataikat, megosztják jelszavaikat, figyelemfelkeltő képeket közölnek magukról, valamint illegális tartalmakat töltenek le vagy fel. Nem szoktam internetezni, mert szerintem ez most már egy kihagyhatatlan része a, a mai emberi életnek. De igazából nem szoktam olyan nagyon sűrűn. A fiatalok többsége elsősorban játszik, de sokan, és egyre többen vannak, akik e-maileznek, csetelnek, fórumoznak, és akik a közösségi oldalakat látogatják. A szülő felelőssége az is, hogy ezt biztonsággal tehessék. Talán ez a nevelésben az értékrend miatt van egy ilyen dolog, hogy nem is érdeklődnek olyan tartalmak felé, amit mi fölnőttek veszélyesnek nevezünk, tehát zenéket keresnek, kisebbik lányom ilyen rajzoló programokkal, divattervező programokkal játszik. A szülő jól teszi, ha megnézi a látogatott oldalakat, valamint olyan helyen tartja a számítógépet, ahol többen is megfordulnak a családban, mondjuk a nappaliban. Nagyon fontos, hogy a szülő informált legyen, hogy ki tudja szűrni azokat az oldalakat, amennyiben érzékel, hogy a gyermek olyan oldalra téved, ahova nem kellett volna, hogy ezek az oldalakat leblokkolja, letiltsa, illetve a gyermeket is megtanítsa arra, hogy a saját profilján és felületén hogyan kell másokat leblokkolni. Az internet ma már nélkülözhetetlen. Ajánlotta azonban, hogy legyen más alternatívája is a családnak a szórakozásra. Szervezzünk közös programokat gyermekeinkkel, amely időt akár arra is felhasználhatjuk, hogy elbeszélgessünk velük az internet veszélyeiről.